Hát ez nem lehet igaz. Milyen mulatságos. Oda néz. Felügyelő úr, a rám ruházott hatalmamnál fogva és a köztársaság elnökének nevében kinevezem magát parancsnoknak az ostoba fajankok rendjébe. Először is nem volt szerencsém. Úgy, hogy nem volt szerencséje. Ráadásul még nagy szerencséje is, hogy előbb kapott kibüntetés, mint ez a tévés interjú készül. Mi az? Nevet, hogy mond valami? Ha ez a rend, nincsen rendben, ha ez a méltóság méltatlan lett hozzám, akkor méltóztassék a miniszter úrnak a maximális kitüntetése, mert minimális ordóját tudom megosztani. Csupán annyit kérek, legyen méltó ahhoz a bizalomhoz, amelyet magába vetettünk. Lehet, hogy az emberiség sorsáról van szó. De már nincs hitelünk. Olyan korszakban, amelyben Fantoma számára egy tudós agya a világ minden aranyánál többet ér, önnek kötelessége, hogy bebizonyítsa, hogy a rendőrségünk élvonalában egy felügyelő agya ér egy milliárdot. Hát magának van olyan? Na jó, de... Akkor próbálja meg használni, és revidiálja a módszereit. És revidiálják a módszereiket. Vége annak az időnek, amikor egy kis bankrablás, meg egy kis balhé volt a szenzáció. Hát dolgoztassák azt, ami itt van, és egyszer valadjuk, akkor próbálják meg használni. Milyen pofája volna az egésznek a Fantomas? Ügyetlen hülye rendőrök fognak el, he? Milyen pofája volna? Majd gyerek mondom, mindjárt ostoba fajankók volnák. Fajankók! Hallották a direktívákat. Mit akar? Az eligazításra jön.